Az elmúlt időszakban a belső burkolatot, a nyílászárókat és a vízvezeték hálózatot is sikerült felújítani a zombori egészségházban. A tervezett fejlesztéseknek ez csak az első fázisát öleli fel. Mivel két szinten van az egészségház épülete, szükséges két liftnek a beépítése, tehát két emelő beépítése és a villamos hálózatnak a felújítása. Tehát ez az, ami még előttünk van, valamint a számítógépes hálózatnak a felújítása. Tartományi eszközökből a műszaki középiskolában is jelentős fejlesztések valósultak meg. A magyar közösség számára az egyik legfontosabb beruházás a helyi szórványóvoda felújítása és átszervezése volt. Sikerült megoldani azt, hogy napköz is rendszerű lett, úgyhogy a szülők, amikor befejezik a munkát, akkor elmehetnek a gyerekekért az óvodába, mert addig vigyáznak rájuk. A második dolog pedig, hogy sok olyan szülő volt vegyes házasságból, akinek a gyereke csak részben vagy gyengén beszélt magyarul, ezért rájöttünk, hogy két csoportot kell alakítanunk. Azok a gyerekek, akik gyengébben beszélik a magyar nyelvet, külön csoportba járhatnak, ahol felkészítik őket arra, hogy később magyar nyelven tanuljanak. Olyan termet alakítottunk ki az óvodába, ahol 11 magyar ajkú gyermek tud anyanyelven tanulni, és így maradt az a lehetőség a másik 10 gyereknek, akik nem beszélik tökéletesen a magyar nyelvet, hogy fölzárkózzanak az iskola kezdésig. Az óvodában történt fejlesztések a magyar kormány támogatásával, valamint a helyi önkormányzat hozzájárulásával valósultak meg. Ez a Kárpát-medencei óvodafejlesztés program keretében valósult meg, és hát ami a legfontosabb, hogy nem csak itt Zomborban, hanem a környező településeken is, Bezdánban, Bássulafalván, Nemesmilitisen, Doroszlón, Szilágyin, Bácskertesen, tehát mindenhol, ahol magyar közösségek élnek, ott is korszerű óvodák, magyar sarkok és kisebb felújítások is történtek. Pásztor István, a VMS elnöke zombori körútján a teljesen felújított bezdáni vízgyárat is megtekintette, valamint a bezdáni tűzoltó otthonba is ellátogatott, ahol nemrégiben a magyar kormány támogatásával két korábban más tulajdonába került helyiséget sikerült visszaszerezni az önkéntes tűzoltó testület tulajdonába. Megcsodáltuk azt a közel 150 éves lenyomatát a tűzoltó múltnak, ami ezt az egész térséget jellemzi, és abban állapodtunk meg, ez volt egyfajta közös, közfelkiáltásos megállapodás, hogy létre kellene hozni a tűzoltó múzeumot Vajdaságban. Lehet, hogy nem egy helyen, hanem több helyszínen. A bezdáni színházban a VMS választási listáin szereplő jelöltjeit mutatták be. Az eseményen Hajnal Jenő, az MNT elnöke szándéknyilatkozatot adott át a helyi Petőfi Sándor Művelődési Egyesületnek, ami lehetővé teszi a színház épületének megvásárlását, miután az intézmény közel 20 évig magánkezekben volt. Az embereknek ez a legnagyobb büszkesége, ez a színház, tehát ez nagyon fájó pont volt. Tehát használhattuk mi a színházat régebben is, de nem szívesen jöttek az emberek ugye ide. A bezdániak egy 1969-ben történt tűzeset után önerőből építették fel újra a színházat, ami a 2000-es évek elején került magánkezekbe. A színház most a VMS és az MNT közbenjárásával, illetve a magyar kormány segítségével juthat a helyi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület tulajdonába.